Fejlődésünk kulcsa, hogy mindig többre és jobbra törekszünk. Többre, mert nem törődünk bele, ha a természetből valamiből keveset találunk. És jobbra, mert ha már mi állítjuk elő, akkor fejleszthetjük is. Vagy tehetjük mindkettőt egyszerre, ahogy tettük azt a műgumival. A műgumi nagy utat tesz meg, mire abroncsként autónkra kerül. Először csak két fő komponensű polimer oldat folyadék egy reakciótartályban. A katalizálás, a láncépítés és szárítás utáni formáját már morzsának hívjuk, akár egy futószalagnyi popcorn. Ezeket egy nagy gumitömbé, úgynevezett bálává préseljük, ami alapos minőségellenőrzést követően már el is indulhat a vevők felé. A műgumi környezetbarát alternatívát jelent az abroncsgyártásban. Általunk fejlesztett kémiai összetételének köszönhetően jobban tapad az utakon és kevésbé kopik. Ez pedig azt jelenti, hogy autónk kevesebbet és hatékonyabban fogyaszt. Mindehhez ráadásul egyetlen kaucsukfát se kell megcsapolnunk. Mi a MOL csoportnál a jövőt tartjuk szem előtt, törekedve környezetünk javítására. Többre és jobbra. Ezért 2013-ban egy közös vegyes vállalatot hoztunk létre a japán JSR Corporationnel, a világ szintetikus gumipiacának vezető szereplőjével. Így 9000 kilométert átívelő együttműködéssel és szaktudással dolgozhatunk a jövőnk fejlesztésén. Az üzemünkben készített 60.000 tonna műgumiból évi 50 millió abroncs alapanyagát vagyunk képesek megteremteni. Így a MOL portfóliója a kőolajtól a műgumiig bővült, ezzel még szélesebb körben látva el a régiót nemzetközi mércével mérve is a legjobb minőségű termékekkel. Megismerés, kutatás, fejlesztés. Ezért tudtunk mi, a MOL, európai szinten is a jövő alakításának fontos tényezőjévé válni.